Minden évben fontos felhívni a lakosság figyelmét a fűtés szezon kezdete előtt, hogy minden esetben ellenőriztessék a fűtéshez használt eszközeiket, értve ez alatt a fűtőberendezéseket és a kéményeket egyaránt. Az Alavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és az a hozzájuk tartozó kéményseprők végzik a tisztítást, ami magánszemélyeknek ingyenes. Annyit tudni kell továbbra is, hogy a társasházban élőknek viszont nem kell időpontot foglalni, oda automatikusan érkeznek majd a kéményseprők. Amennyiben nem tartózkodunk otthon, úgy mindenképpen tájékoztatót hagynak hátra, és az ott feltüntetett telefonszámon lehet velük egyeztetni, hogy mikor érkezzenek. Fontos tudni azt, hogy ha gázzal fűtjük a lakásunkat, akkor a kéményeket két évente, ha pedig szilárd tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni azokat. Ez vonatkozik a készülékekre is, nem csak a kéményekre. Aki szeretné ezt a szolgáltatást igénybe venni, az akár az Alavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján, vagy egyszerűbben a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu-n is ki tudja választani az időpontot, amikor szeretné megrendelni ezt a szolgáltatást, de aki jobban kedveli nyilván a hagyományos telefonos ügyintézést, annak a 1818-as telefonszámot kell tárcsáznia, majd a 9-es és az 1-es nyomógombot kell megnyomni. Nagyon fontos még a megfelelő jelzőkészülékek beszerzése is. Ilyen a füst és a szénmonoxid érzékelő. Egy rosszul működő készülék vagy kémény lakástűzhöz, illetve szénmonoxid mérgezéshez vezethet. Igen, nagyon kérjük a lakosságot, hogy fontolják meg ezeknek az eszközöknek a beszerzését, hiszen Zalavár megyében 113 lakástűz történt szeptember végéig, és több mint 71 esetben riasztották már a tűzoltókat szénmonoxidhoz. Utóbbival kapcsolatban érdekesség, hogy 28 helyszínen ki is mutatták a tűzoltók ennek a mérgező gáznak a jelenlétét. Lényeges még, hogy új kémény létesítésekor, meglevő átépítésekor minden esetben forduljunk a lakóhelyünkön illetékes hatóságokhoz, a kéményt addig ne vegyük használatba, amíg azt nem ellenőrizték.